Dombóváron a színházteremben a fiatalok a tábor ideje alatt megélt élményeiket foglalták össze egy rövid előadás formájában egymásnak, illetve azoknak a helyieknek, akik eljöttek a művelődési házba. Alapvetően egy témafüzettel jövünk, a kicsik külön, a kamaszok másik témával dolgoznak, délelőtt blokkoznak, leginkább ez beszélgetést, kisebb játékokat jelent, délután pedig különböző szabadidős programokkal készültünk nekik, akár helyismereti nappal, akár sorversenyekkel, akár egy délutáni akadályversennyel, a tó körül, különböző programok. Belus Bencét a több évtizede működő közösség Szent János Bogár táborának céljáról kérdeztük. A célja alapvetően a gyerekeknél egy közösség kialakítása, a vallásnak és a hitnek az elmélyítése, és mindennek az egésznek egy közösségben való megélése, és egy lelki és személyi fejlődés. Dombóváról Gunaras felé vettük az irányt, ahol egy olyan társaságot látogattunk meg, akik különböző gyöngyfőzési technikákkal foglalkoztak egy héten keresztül. Ebben a táborban ugye népi és modern gyöngy ékszer készítő tábor ez, amilyen vagyunk. A fő profil az két nagyobb tájegység, az egyik az egy dél-amerikai szaragúró népcsoportra alapuló gyöngyékszerek, és a másik pedig az ukrán gyöngyök. És a harmadik pedig ugye a modern gyöngy, ami az az olyan világ méretű, vagy hogy mondjam, de ott az mindenhol ugyanolyan. Hogy modern gyöngyökből készülnek karkötők, medálok, fülbevalók. A szintén népi iparművész is szeret újdonságokat tanulni alkotótársaitól. Hát ebben a táborban két tűs technikát tanulunk, ami viszonylag szokatlan a magyar gyöngyfűzés, vagy gyöngyfűzéssel foglalkozók körében. Itt ez a fő téma most. Nagyon érdekes a technika, picit szokatlan nekünk, de érdemes megtanulni mindenképpen, mert akár a kézügyességet is javítja, akár a memóriát is javítja, úgyhogy érdemes vele foglalkozni mindenképpen. A közösség egyetlen férfi tagja a népi gyöngyöket szereti készíteni, a sárközi vagy az ukrán a kedvence. Szerintem nagyobb kihívás, mint egy modern ékszer elkészítése, és én szeretem a kihívásokat. Az utolsó napon a résztvevők kiállítják az újonnan elsajátított technikákkal készült ékszereket, tárgyakat.